ez? Figyelj, ez egyébként egy tök jogos érv. Tényleg nem derült ki, azért, mert nem annyira izgalmas szerintem. Én egy családi vállalkozásban dolgozom, játszótereket építünk Győr mellett. És erről igazából ennél sokkal többet, ha elmesélnék, akkor nagyon sok nézőt veszítenénk szerintem, de ha akarod, Hát szívesen akkor mesélek az, hogy a róla. családi vállalkozás, akkor csak kérdezem, hogy akkor ott a szüleid a górék, vagy mi a helyzet? Micsoda? Akkor a családi vállalkozás az azt jelenti, hogy a szüleid a górék? Az azt jelenti, hogy azért van akkor szülői háttér rendesen, ugye? Figyelj, igazából az nem titok, én 22 éves vagyok, úgyhogy szerintem nem vagyok még elkésve ezzel a dologgal, de valóban, igen, neki Hát ugye, dolgozom, hogyha ez... 22 évesen 100 alkalmazottam volt, és közöm nem volt a szüleimhez, tehát hogy Bocs, nem... csak közben itt vagyok a keletinél, és ezek a zajok nem tudom mennyire jönnek be, de ezek. De mondd közben, én hallak. Tehát még egyszer, 22 évesen nekem 100 alkalmazottam volt, és közöm nem volt a szüleimhez egyáltalán. Tehát arról, hogy miről vagy legkésőbb, vagy Jaj, miről nem, Gergő, ez a azt nem bullshit tudom. duma, ez nem kell, most 22 évesen önerőből, persze, tudom, meghódítottad a világot, most ezt szerintem hagyjuk. Miért? Ez nem értem. Mi ez a gond? Ha beszéd önerőből, mész, de Figyelj, miből? én nem fogok tudni ellenérveket hozni, itt most azt mondasz, amit akarsz. Tehát az, hogy te 22 évesen mit csináltál, Gergő, sanszos, hogy én még nem is éltem akkor. Hát honnan mondanám én meg, hogy most igaz, amit állítasz, vagy sem? Ja, hogy azt állítjuk, hogy én hazudok. Nem, én azt állítom, hogy én nem vagyok illetékes abban, hogy megítéljem, hogy te mit mondasz, Gergő, mert nem is éltem akkor. De illetékes vagy, hogy egy volt biciklis futár kritizáljál, aki éppen átment influencerbe, a Tuánt kritizáljad, engem Gergő, most kritizáljad. te meg akarod védeni közöd neked a Tuánhoz, hogy bárkihez? Figyelj, nekem az a közöm hozzájuk, hogy ők sikeres emberek, és nem a szüleikből élnek. Hagyjuk ezt a Nem tudom, sikerfét is szépen, kérlek, Gergő. Értem, a Tuán meg a biciklis futár, az sikeres. Oké, tiszta sor. De ezzel még nem mondtunk el olyan sokat, mint gondolod. Ez tök jó, sikeresek, szép helyen élnek, gazdag a család. Oké, remek, de De 22 erről még nem éves vagy, mondtunk el mindent ezekkel az emberekkel értem. kapcsolatban. 22 éves vagy, arra megtanítottak, hogy hallgass meg a másikat? Mert én meghallgatom. Beszélgetünk, ugye ezt érted? Így van, de a közbeszólás az elég tiszteletlen, azt Ez azért... tiszteletlen, ne haragudj, akkor valamit nem vettem észre. Bocs, mondd. Jó. Tehát azért beszélgetünk róluk, mert alapvetően 100-szor többet értek el, mint te. Egyelőre. Na most te jöttél ide a TikTokra, és elkezdesz kritizálni ilyen embereket, de várjál, nem kritizálsz, hanem hazudsz róluk, ahogy rólam is, mert azt állítottad, hogy Royal vodkát árulok. Na most a Picsizben soha nem volt Royal vodka. Nem azt állítottam, hogy nem a Royal vodka van, én azt úgy Igen. fogalmaztam, hogy ilyet képzelj el. Tehát, hogy like Royal vodka. Érted ugye, amiről beszélek? Hogy Mennyibe kerül egy mint liter a Royal Royal vodka? vodka, ismerjük ezeket az alsó polcos vodkákat, tehát én tanítsalak meg erre, nyilván jobban tudod, mint én. Neked az abszolút vodka egy alsó polcos vodka? Figyelj, igazából, ha azt nézzük, hogy az abszolút vodkánál mennyi drágább, vagy mennyi olcsó pia van, akkor többnyire igen, de én azt azért nem tenném oda. Ez Jó, abszolút vodka az, akkor... ez jogos, ezt adom. Az nem egy feltétlenül egy tipikus alsó polcos vodka. De az benne van a korlátlanban. Értem, hogy tettél a korlátlan italfogyasztásba egy olyan piát, aminek az ára olyan, mert nyilván értesz, hogy Egy amit olyat? csinálsz. Egy olyat? Jó, akkor a Johnny Walker whisky, Ballantine's whisky, Jägermeister az mi? Most város, A arról fogunk Malibu? beszélgetni, hogy te felsorolod itt az itallapot? Ez egy hazugság. Nem Tehát ez hazugság, mert konkrétan ha egy... veszed a Hell energiaitalt, akkor az micsoda? Bocsánat, nem vásárolok Hell energiaitalt. Hát ezt konkrétan tudom, hogy ez benne volt. Most az, hogy jelenleg benne van-e, azt Bocsánat, én nem tudom. De ez benne értem. volt a korlátlan Szóval nem, italfogyasztásodban a Hell. akkor jó, akkor látod, na, itt a hazugság, kedves Máté, a Hell energiaital soha nem volt benne a korlátlanba, a Hell Night van benne. Tudod, mi az a Hell Night? Az Úgy érzem, háromszor hogy rövid annyiba időn kerül. belül megtudom. Igen, az háromszor annyiba kerül, mint a Hell energiaital. Ugyanannyiba kerül, mint egy Red Bull. Nem értem egyébként, hogy Hell micsoda. Hell Night Classic. Hell Night. Classic, igen. És rohadj, Ugyanannyiba gyakran nem kerül, értem, mint amit ez. mondasz. Hát ez a baj, hát de látod már, itt Nem, ez a baj. szakad, nem értettem, amit mondasz. Hell valami? Hell Night Classic. Oké, igen, menjünk. Hanem Hell Night Classic, az ugyanannyiba kerül, mint egy Red Bull. De most értem, hogy nem a sima helt mondod, de... Gergő, én De nem azt más állítottam, hogy termékről te ezt beszélünk. is, ezt a piát Más adod. termékről beszélünk. Te azt Értem, hogy mondod... más termékről beszél, de én nem azt állítottam, hogy te a Royalt és a Hellt teszed csak ebbe a csomagba. Akkor nem nézted meg azt a videót? Egyik Én nem ezt sincs mondtam. benne. Egyik sincs benne. De nem Nincs ezt benne mondtam, hogy alsó az van benne. Én azt mondtam, hogy ilyet képzelj el. Érted? De ne Ilyesmit képzeljed, képzelj de el. ne képzeljed, mert Jó, minőségi oké. italok vannak benne. Hát ne képzelj Jó, fasságot, tehát jó. fazugságot, ne képzelj Figyelj, el Gergő, akkor hadd kérdezzem meg így. Tehát akkor te folyamatosan veszítesz ezen a helyen, igaz?
te a minőségi piákat adod korlátlan számban mindenkinek, nincs szándékosan lassú kiszolgálásod, te soha nem érsz ezzel az egészen. Nincs lassú kiszolgálás. Én Máté, olvastál azokat a kommenteket? Hányszor voltál a Picsizbe? Gergő, ezeket nem én állítom. Irreleváns az, amit kérdezel. Az, hogy én hányszor voltam a Picsizbe, az nem fontos, mert ezt nem én állítom. De figyelj már, a kommentelők, ne azok, akik ezt állítják, azok életükben nem voltak a Picsizbe. Tehát, hogy érted, amit mondok? Tehát én értem. Értem, hogy amit mondasz. Máté, én értem, hogy én elértem valamit, és ezt jó lehúzni, ma hátamon szép felmászni. Ezt értem. De a hazugság... Nem lehúzni akarom azt. Azt a részét, amit te elértél, azt én nem is tudnám lehúzni. Máté, szeretném elmondani, hogy ötödszörre szólsz bele. Tehát, de ezek hazugság. Nem beszélgetünk. Tehát minőségi pia van benne, nem lassú a kiszolgálás, nincs felvizezve. Én minden egyes bulin ott vagyok, és elmondtam, ha bárki odahoz egy felvizezett piát, 1 millió forintot adok neki KP. Érted, Gergő, nem valaki másé. Nem. Na, más. Innentől kezdve akkor neked egyedül van lehetőséged arra, hogy minden folyamatot személyesen ellenőriz? Így van. Ez nincs még egy vezető a világon, aki egy cégnél ezt mondaná, hogy ő Máté, minden folyamatot személyesen ellenőriz. Máté, honnan tudnád te ezt 22 évesen? Most figyelj, minek beszélgetünk egymással, mindig ide fogunk visszakanyarodni. Hát nyilván, hát neked egy null tapasztalat. Oda kanyarodunk, mindig vissza, hogy én fiatal vagyok, én fogjam be. Hát ha fogjam be, akkor ne beszélj velem, Gergő. Máté, te a szabad piacon önállóan még nem dolgoztál. Hát ezt mondtad. Hát te honnan tudnád? Hát te honnan tudnád? Én azt mondtam neked, Gergő, hogy én jelenleg mit csinálok, mi a fő elfoglaltságom. Ezen kívül a te, de az én életemben, abban nem állkáljam, mert személyeskedés, azt nem csináljuk. Az üzletedről beszélünk. Bocsánat, mi a személyeskedés, hogy apunál dolgozom? Az, hogy én a szabad, mert nem miért, én vagyok honnan? A kérdés, nem erről beszélünk. Máté, honnan jönne neked a tapasztalatod, hogy egy vezetőnek mi a feladata, vagy mit tud, vagy mit nem tud? Honnan jönne neked a tapasztalatod? Gergő, én 22 évesen nem lehetek például olvasott? Tehát olyan nincs, hogy engem érdekel a világ, én nyitott vagyok bizonyos dolgokkal kapcsolatban, amik... tapasztalatot honnan lenne? 22 évesen. Ez releváns, ez tetszik. Ez egyébként igazad van. Tapasztalatom, mint olyan 22 évesen, annyi, mint neked, vagy mint bárki idősednek, nyilván az életkoromban kifolyólag nem lesz. Persze. De ezt nem is mondtam, lehet, hogy van. De nem is lehet. Hát akkor te honnan tudod egy vezető, mire tudod odafigyelni, és mire nem? Hát dolgoztál az éjszakába? Figyelj, Gergő, most ne odajuk adjunk, hogy én semmit soha nem csináltam, és mindenben neked van igazad, mert akkor nincs értelme egymással beszélgetni. Ja, értem. Te 22 évesen elmondod, hogy minek van értelme egymással beszélgetni. Amikor te... Nem, Gergő, félreérted. Én nem azt mondom, hogy minek van. Én nem tanítalak téged. Tehát azt vágod, hogy az, amit ott elkövettél, egyébként az perelhető. Ezt azért vágod, ugye? Figyelj, tudod, hányan akartak... Megoldanám máskor, ha akarom, ne aggódj te ezen, jó? Ne aggódj te ezen. Ha meg máshogy megoldod, azzal meg mit tudok csinálni, lerajzollak? Ne aggódj te ezen, Máté, ha azt akartam volna, akkor nem jöttem volna ide felbeszélgetni. Én ezt értem, és ez egy nagyon kedves tőled, vagy nem tudom, ezt úgy érzem most a kontextus, hogy meg kéne köszönnöm. Nem kell megköszönöd, Máté. Hülyeséget és hazugságokat ne állítsál. De nem állítottam hazugságot rólad, Gergő. Nem. Várjál, ott a kommentelők... Nem hangzott el állítás. A kommentelőknek a többsége téged nézott egyébként hülyének. Egy. Hazudsz azzal, hogy milyen italok vannak benne a korlátlanban. Nem mondtam, hogy milyen italjaid vannak benne. Én azt mondtam, hogy kb. Ilyet képzeljetek el, de nem és ez van egyébként benne. Egy mondat de kb. Volt. Olyan sincs benne. De kb. Olyan sincs benne. Hát háromszor annyiba kerül az összes literes alkohol, mint amit te minőségileg állítottál. Hát nincs te a drága piákat adod, olcsó. Így van. Így van. Így van. Hát így van. És ezt komolyan azt gondolod, ezt valaki elhiszi neked, Gergő? De milyen elhiszi? Hát 10 éve így van, nagy már felidegesítve. Nézd meg azokat a kommentet. Hát ez 10 éve így van. Mi az, hogy elhiszi ezt nekem bárki? Hát gyere már le, nézd már meg, miatt mondasz valamit, Máté. Hát gyere le, hát megitatom veled, bazd meg, az abszolút vodkát egy perc alatt. Hát ne viccel már velem. Hát én vagyok az, bazd meg, aki nem a fiatalságot hát érzem, nem húzza le. Oda. Én vagyok az, aki nem húzza le a fiatalságot, majd jön egy 22 éves, apjának dolgozó gyerek, és elmagyarázza, hogy én mit csinálok, hogy hogy csinálom. Ne viccel már, Máté. Hát te az éjszakában 5 percet nem élnél túl. Hát gyere már le az éjszakába, elviszlek. Milyen éjszakába? Egyrészt azt pontosan tudjuk, hogy ennek az éjszakának, ezt ha megnézem mondjuk egy tasnádit például, de ezt úgyis te nálam jobban tudod, nem értem miért mondom, mert most nem tudom melyik éjszakáról beszélsz. Nem tudom melyik éjszakáról beszélsz, lehet, hogy én értettelek félre, hogy most... A tasnádi életében nem volt az éjszakában, te miről beszélsz 22 évesen? Tehát akkor nem tudom, hogy az éjszakának melyiket eltesszük lábalól. Most akkor nem tudom, hogy melyik részét mondod. Soha nem volt ez az asztal. Milyen maffia meséket néztél gyerekkorodban? Figyelj, nem úgy értem nyilván, hogy a tasnádi személyesen ment el és intézte ezeket a dolgokat. De tudjuk, hogy nem úgy értem. Ezt mondtam, hogy nem így értem. Dehogy ment el sehova a tasnádi. De Gergő, én nem azt állítom, hogy ő ment, pont azt állítom, hogy nem ő ment. De nem is a tasnád, ezt csak megemlítettem valakit, és mi következik abból, ha rossz embert említettem, meg semmit, mert nem ez a lényege annak, amit mondok. Ja, értem, tehát te nyugodtan mondod, hogy hülyeséget mondok, sem értelme.
Nem, te is mondhatsz, meg bárki más mondhat hülyeséget, ér hülyeséget mondani, csak aztán vállalni kell, hogy ja, a fasságot mondtam. Figyelj, hogyha úgy értetted a videóban, hogy én a Royalt és a Helt adatom el veled, akkor én fasságot mondtam. Én nem így értettem, és akkor lehet, hogy nekem kell megtanulni fogalmazni. Én ezt találjam. Akkor hogy értetted? Mert én minőségi piát adok, olcsón. Ott vagy az elefántcsontoronyban, aztán csinálják, amit akarok. Hát 3500 emberről beszélünk. Máté, először is úgy látom, hogy nem tudod, hogy a TikTok hogy működik. Teljesen egy hány követőd van. Ha For You-ba kint vagy, akkor az azt jelenti, hogy nem csak a követőid látják. Egy. Igen, Gergő, ezt tudom. Ezt tudom. Na. Hát akkor milyen 3500 követőről beszélsz, amikor de nem csak az, aki engem nem követ, az nem fog rám hallgatni, az, aki csak látja a videómat, az nem fog nekem igazat adni. Miért már nekem adna igazat? Értem, hogy látja a videót, de nézd meg a lájkokat azon a videón, Gergő. Nem 10 000 lájkról beszélünk, 400-ról talán, mikor legutóbb láttam. Máté, én tényleg nem akarok személyeskedni, de nem vagy egy lángész, baszki. Tehát, de még hogy... az is lehet, de még az is lehet, hogy én nem vagyok egy lángész. Nem. Ebből mi következik? Én nem tudom, mi következik ebből? Hallgass meg egy olyan embert, aki 3 céget vezet, és most is több mint 200 alkalmazottja van, igazoltam, ezt meg lehet nézni a NAV-nál, ugye? Mert több mint 200 embernek fizetem be havonta járulékát, meg mindent, jó? Tehát hallgass egy olyan emberre, hogy inkább maradj Apuci cégénél, mert hogy egyedül nem fogsz érvényesülni ebbe a kibaszott világba, az biztos. Mert ennyi hülyeséget, amit az elmúlt 5 percben hallottam egy 22 évestől, a Janától nem hallgattam ennyi fasságot, bazd meg. Értem, Gergő, de én azért igyekeztem nem személyeskedni veled. Nem hallottam, entő volt. Bocs. Mondom, nyugodtan személyeskedhetsz, nem személyeskedhetsz. Nem akarok, mert nekem nincs problémám veled, én nem ismerlek. Most elmondtam, hogy figyelj, én elmondtam neked az én tanácsomat. Ez egy tanács volt, ha megfogadod, megfogadott, nem. Én azt mondom, hogy te egyedül nem menjél ki a szabad piacra dolgozni, mert esélytelen vagy. És ez a véleményed, és ez semmi baj nincs. Ez a gondolataid és a munkásságod alapján jött. Ez nem okay. Személyes volt, mert nem azt mondtam, hogy ronda vagy, érted? Hanem azt mondtam, ezzel a hozzáállással a szabad piacon ilyen halsz. De köztünk ez a konfliktus, amit te gondolsz, Gergő, ez nincs. Tehát Gergő, a social media világában én nem csak arról tudok véleményt alkotni, amit láttam. Egy, kettő. Érted? Én nem a te helyedről mondtam semmit. A social media világában sokan hülyeit fogadjuk el őket, így van? De nem a te helyedről mondtam valamit, ez megvan? Tehát nem azt mondtam, hogy a te helyed rossz. Nincs meg, az enyémről mondtál valamit. Én a karszalagos akciódról beszéltem, amiről bőven. Az én helyem, az én szolgáltatásom. Az én szolgáltatásom. Nem azt mondtam, hogy a Peaches egy szar. Hát honnan tudnám, hogy jó vagy szar? Nem voltam ott. Senki nem mondta, hogy azt mondtad, hogy szar. Senki nem mondta, hogy azt mondtad, hogy szar. Hát de legalább annyira vagy dühös, mintha ezt mondtam volna, vagy durvábbat. Kedves Máté, hidd el nekem, hogy ez nem a dühös kategóriám. Jó? Egy. Kettő. Nem tudom, én elhiszem, nem ismerlek. Ez inkább hidd el. Kettő. Pedig nem. Hazugságot állítasz, és rágalmazol egy olyan szolgáltatásról, amit sose próbáltál ki. Tehát te hiteltelen vagy, és ilyen csak értem, a buta emberek értem, csinálják. Ha tudok, én rágalmazlak, az becsületsértés, az aminek akarod, az egy bírósági ügy, azt nem itt kell megbeszélnünk, azt majd az ügyvédek egymás közt. Azzal nekem nincs dolgom, azért nem tudok mit csinálni. De azért milyen vagány vagy, hogy 22 évesen, hogy az ügyvédek vagány. Megbeszélik, nem? Nem azt mondtam, hogy sztárügyvédem, a Gergő, egy bármilyen ügyvédem. Így szoktam csinálni. Én nem bújok se az ügyvédem mögé, nem bújok se a portám mögé, és nem bújok apukám mögé. Egyik mögé se bújok. Én megtanultam az éjszakába, és szerintem ezért is tudok dolgozni 17 év az éjszakába, mert én sose bújtam el, és sose bújtam senki mögé. Érted? És az, hogy, és én nem azért beszélgetek veled, hogy te itt valamit elismerjél, mert a tényeket nem kell elismerni, azok tények. Érted? Én azért... Én félreértettél. Én azt mondom, hogy sokkal emberibb dolog az. Hogy te ezt csinálod, mint az a siker és az a hírnév meg a pénz, amiért te kéred a tiszteletet. Tehát itt egy emberibb gesztussal te több tiszteletet tudsz szertenni, mint azzal, amivel egyébként kéred. Máté, nem kérek tiszteletet senkitől, le se szarom, hogy ki mit gondol. Te kiraktál rólam egy videót, és nem értem, hogy miért. Azon kívül, hogy eléggé annak tűnik, hogy a 3000 követős bázisodat azzal próbálod növelni, hogy fasságokat beszélsz másról. Ki hazudik, annak utána valami nem tetszik. Azon fura, nem? Azon kettős mércen állam, nem? Gergő, ezt nem mondd el többet szerintem, mert akkor minden alkalommal nekem kell megismételnem, hogy én elmondtam a véleményemet, ami a hülyeség, akkor se hazugság. Ez meg már fárasztani fogja a nézőket. Tehát... Az, hogy a nézőket mi fárasztja, vagy nem, megmondom őszintén, az engem teliben nem érdekel. Engem az annyira, nem akarok olyan beszélni, ami mást untat. Hazugságot nem tudok másnak hívni, csak hazugságnak. Tudod, ez egy egyszerű fogalom,
az valótlant állítasz valamiről, az hazugság. Ez egyébként tényleg egyszerű fogalom, ezért is lett meg nagyon, hogy még mindig nem tiszta számodra, hogy itt nem ez a helyes fogalom, amit használni kéne. Én még most is ideje lenne rá, de nem tudom. Lehet mondom már egyszerűen, kérdezd meg, csak kérdezd meg apukádat, jó? Kérdezd meg apukádat. Jó, ez a házi feladatom most. Ugye? Nem, én megkérlek erre. Kérd meg, légy szíves apukádat, hogy a játszótereket, amiket csináltok, azt a hatósági ellenőrzésnél állítások alapján adják meg az engedélyt, vagy rendesen oda mennek és kipróbálják, átnézik, lemérik, és úgy adják meg az engedélyt, jó? Tehát jó. Innentől kezdve mindenki, aki a szórakozó helyedről véleményt akar formálni, bocsánat, egy akciójáról akar csak véleményt formálni, az menjen el a picsizbe legalább egyszer. Próbálja ki, így van, bazd meg, hát így van. Hát hogy alkotsz véleményt úgy, hogy nem próbálsz ki valamit? De várjál, Gergő, az akciónak pont az a lényeg, hogy én meglátom az akciódat, a reklámvideódat, és azt mondom, bazd meg, de jó, ott akarok inni a hétvégén. És utána véleményezd. Na de akkor várjál, akkor most nem az a lényeg, hogy már az előtt megvegyen a véleményem, mielőtt oda mennék? Máté, mondok egy nagyon egyszerű példát, jó? Mondok egy nagyon egyszerű példát. Az az egyik kritika, amit te odaírtál, hogy lassú a kiszolgálás. 10 órakor... Nem én írtam, Gergő. Ezt vagy 15 ember írta a videó alá, hogy szándékosan lassú. Oké. 10 órakor, amikor odajönnek, jó? 10 órakor, amikor kinyitunk, és bejön az első 50 ember, érted? És a két nagy pultnál 9 pultos várja, hogy lenne lassú? Várjál, kérdés. Sehogy. Hát ott állok és nézem. De, figyelj... Minden hallottász, Gergő. Ez hihetetlen. Várjál. Hajnal egykor, amikor benn van a pultoknál áll több száz ember, érted? Hogy lenne gyors? Hogy lenne gyors? Érted? Tehát egy átlagot kell... Akkor hadd kérdezzek valamit, hogy ilyen tételesen megcáfoljuk ezeket a kommenteket, hogy mindegyik hülyeség. Nem az, hülyeség, hogy én nem ezt mondtam, én kérdeztem, hajnal egykor mitől lenne gyors? Most, ha Gergő lennék, akkor azt mondanám, hogy Terez. De nem vagyok Gergő, úgyhogy nem ezt mondom. Figyelj, cáfoljuk akkor meg azt, hogy akik ilyen karszalagot vásárolnak tőled, ezt a korlátlant. Igen. Ez egész éjszakára érvényes, és annyit tisztak, amennyit akarnak. 5 órán keresztül hajnal 3-ig. Várj egy percet, bocs. Nézem a live-utokat a Gergővel. Pian, nézd! Szia, Gergő! Miket néz? És most mondja el, most hogy nincs igaza. Most jöttem ide. Mondd, hogy a Gergőnek van igaza. A Gergőnek van igaza, én minden hétvégén a Picsizben vagyok. Köszönöm minden szépen. Minden hétvégén ott fogyasztok. Köszönöm és mikor szépen. A Gergő meglát engem, áldja meg a jóisten, mindig adja. A VIP jegyet, Fehérvár Krisztián vagyok amúgy. Krisztián, téged szeret. Én tisztelen becsülöm a Gergőt, itt nézem a live-ot. Azért jöttem ki. Ezért egy ingyen karszalag, Gergő? Ezért jöttem ki, mert hogy nézem a live-ot, és én mindig a Gergő mellett vagyok, mert én szeretem, tisztelem a Gergőt. Kérjél tőlem most valamit ezért. És elmondom a Gergőnek, hogy mindenki csak a picsiz, az ital nincsen felvívezve, semmi nincsen, az ital... Nincs felvízezve. A legjobb piák vannak, a legjobb biztonsági őrök, a tisztesség megvan, mindenki megadja, rendes emberek járnak oda, úgyhogy mindenki, picsiz, Pap Gergő, odafigyeljetek! Sziasztok. És az úr nem is hívott előtte semmit, igaz? De, fogyasztottam, én mindig fogyasztok. De azt most Gergő, most tisztellek, nem tisztellek, Gergő. Köszönöm szépen. Most is ott leszek Érdi babán, úgyhogy fel a kezekkel. Kérjél, most kérj valamit azért gyorsan. Köszönöm szépen. Gergő, úgyhogy... Lájban van, nem mondhat nemet. Úgyhogy megint megyek hozzád, várom a karszallagot. Hoppá! Csókollak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Amúgy Fehérvár Krisztián voltam. Úgyhogy kövessétek a Pap Gergő picsiszt, és mindenki a picsiszt, péntek, szombat. Na? Ott legyetek, ez az mindegy, korlátlan, és na. Ott lesztek mindenki, köszönöm mert szépen. Mindig jó a buli. Szia, köszönöm Gergő! Szia, köszönöm szépen. Na, ilyen vendégeket kívánok neked majd. Ilyen vendégeket. Hát de neked lesznek ilyen vendégeid. Nekem nem, nekem vannak ilyen vendégeim. Nekem hát vannak akkor meg, ilyen vendégeim. Akkor meg van, nem mindegy. Neked mikor lesznek ilyen vendégeid a te szakmától? Nem is diszkózok, hadd ne legyen már. A te, jaj, és a játszótéren mikor lesznek ilyenek, akik oda mennek és téged így megvédenek? Mikor lesznek a játszótéren ilyen vendégek, akik így megvédenek téged? Egyébként az óvodások védenek meg, körbeállnak ásásnak. Téged hova védenek meg, adjál már. Körbeállnak. Szeretik a hintát, ha visszük. Persze. Na látod, ez a picsi zenkrém, haver. Kiállsz a keletébe, és oda mennek hozzád engem megvédeni. Érted? Na. Nem megvédeni, kérni valamit. De igazából kinek? Ugye, nem mit kért? Egy karszalagot? Vagy mit kért? Egy amit, karszalagot majd adja neki valamit. Amit 40-szer súgtál neki, hogy kérjen egy karszalagot. Azt kérte. Hát valamit kérjen már. Hát most nehogy már ízé semminél megúszom. Hát akkor ő nem kérni jött, hanem te kéretted. Mi próbáltam ővele segíteni neki, amely itt van. Segíteni. Adjál neki pénzt. A nevét sem mondta volna be magától. Adjál neki pénzt. Segítsen neki. És én adjak pénzt, tehát előbb beszéltük meg, hát hogy fiatal vagyok egy csóró. Segíteni akarsz neki. Várjál, ne az én tollaimmal akarjál segíteni, a sajátjaiddal, haver. A sajátjaiddal. Hát ha segítesz, nem. Most az...
A saját nekem nincs diszkóm, én adnék neki belépőt, kettőt a is, saját... de nincs. Adjál neki a játszóterekre, adjál neki a játszóterekre. Adjak egy játszóteret? Miért? Lehet, hogy van gyereke. Miért? Lehet, hogy van gyereke. Figyelj, szerintem neki inkább még egy feles kellett volna. Ezért tudom neked azt mondani, következő. Tehát az, hogy lassú, mert itt tartottunk, ugye, lassú a kiszolgálás, hajnali egykor nem tud gyors lenni, mert több százan állnak a pultoknál. 10 órakor nem tud lassú lenni, mert akkor nyitunk. Tehát nekünk átlagot kell vonni. Ne mondd már nekem azt, hogy be kéne raknom 50 pultos, hogy hajnali egykor is 5 percenként megkapják a piát, azért Máté. Tehát azért a matek az matek, jó, és a gyakorlat az gyakorlat. Tehát ezek emberekből vagyunk, jó? Tehát lehetetlen, hiába kér bárki is. 1, 2, én mindig ott vagyok. Hát miért nem jön oda hozzám valaki akkor? Hát Gergő, most, hogyha nekem problémám lenne veled, az egyetlen hely, ahol biztos, hogy nem beszélnénk meg ezt, az a szórakozó helyed, ahol minden is a tied. Tehát a deszka, amin éppen állok, az a tied. És akkor mi van? Én azért vagyok ott, hogy segítsek. És? 200 fotót csinálok, hogy éjszaka. 20 percet előtt még azért mondtál ott, hogy közöljed velem, hogy örüljek neki, hogy itt beszélgetünk, nem más kontextusban máshol. Nem, én azt mondtam neked, hogy nekem innen igazolom, hogy nincs maffia flashem, hogy ide jövök vele TikTokon beszélgetni, és nem más, amit az éjszakában van, elmegy érted. Tehát én ezt mondtam, hogy nekem nincs maffia flashem. Te jöttél a tasnál. Gergő, mindenki, aki szarozza a cuccodat, te azért valaki elmegy az éjszakába. Máté. Hát figyelj, ott valaki egész éjszaka dolgozni fog. Máté, akkor kérdezek. Figyelj, igazából ez az 1000 forintos karszalag cucc, én nem tudom megmondani neked, hogy ez mennyit hoz, ez mennyire jó, ezt most te tőlem kérdezhet, te vagy. De ha ennyire jogos lenne a kritika, és ennyi kritika lenne, hogy mindig tele van a picsiz? Hát minden szórokozó hely már csődbe ment. Olcsó, Gergő. Olcsó, a 3000 forint is olcsó. Én nem állítom, hogy nem az. A 3000 forint az nem sok pénz. Tehát az emberek akkor inkább várnak, de olcsó. Szerintem sajnos igen. De utána kritizálnak, és utána visszajönnek. Nagyjából ez az ország vagyunk egyébként. Hát akkor jó hülyék, bazd meg, nem? Oda megyünk, olcsón megvásároljuk a rosszabb minőséget, és miután rosszabb minőséget. Igen, a többit igen. Ebbe igazad, hogy abba a kategóriába hál' Istennek nem mentem bele. Úgy engednél be, mondd már ki. Egyébként nem, megmondom őszintén. Nem. Ott állnék és hazazavarná, de még előtte kiröhögnél kicsit, nem? Nem hazazavarnálak, nem engednélek. Minek engednélek be? Nem is jönnék egy kicsit kirögni, hogy nem jössz. Na, minek? Szalannál rám mi? Így, pont így. Pont. Yeah. Minek mennék ki? Hát figyelj, Nem tudom, fából kérdeztem. Figyelj, nagyon egyszerű. Ezt is el szoktam mondani 1000-szer. Na, amikor jó arcok bejöhetnek, a rosszak nem. Figyelj, nem mond nekem, hogy ez egy jó arc tud lenni, aki állítások alapján hoz véleményt. Az nem egy jó arc. Az egy hülye gyerek. Az pont. Hát most nekem ezek az állítás alapján hozott vélemény. Nem tudom, mikor volt az első videó, amit én láttam rólad, vagy az első cikk, amit én olvastam rólad. Én bennem ez nem egy nap alatt állt össze, az ember tapasztal dolgokat az élete során, érted? És állítás alapján nem hozunk véleményt, tények alapján, tapasztalat alapján hozunk véleményt, nem állítás alapján. Egy vélemény videóban a TikTokon, Gergő, fia, bármi alapján, nyugodt. Hát látod, te így mondtál véleményt, hogy még azt tudod, milyen zene megy a diszkóban. De elértem az életcélomat, bekövetti a Gergő, hát ennél hova tovább? Hát figyelj, ha az volt az életcélod, hogy bekövessek, akkor elég kicsi volt az életcélod, azért valljuk be kicsi őszintén. Élethez kicsi cél jár, tudod. Apa nem engedett nagyobbat. Ja, értem, most jön ez a mazovista szöveg, értem, igen. Nem, vicceltem, igen. De szarul. Na mindegy, igen. Tehát én nem tudom, hogy ki tanított meg arra, hogy kifogásgyár legyél, mert az van, azt látom. Nem, én beszélgetek. Te kifogásnak kezeled azt, hogyha én nem egy egyértelmű igent vagy nemet válaszolok, nem. Hanem egy bő mondatban. Az terelés. Az terelés. Hát a bíróságon talán terelés, igen, de egy emberi beszélgetésben én nem így beszélgetek az ismerőseimmel, hogy láttad ezt a filmet? Igen vagy nem? Ne, ki beszélget így? Te se így beszélgetsz. Csak most valamiért ezt rajtam akarod számon kérni. Ne, én válaszolok rendesen egy kérdésre. Én válaszolok. De rendesen nem úgy válaszolsz, hogy igen vagy nem. Kérjük, hát igen vagy nem. Ha igen vagy nem kérdést teszel fel, akkor de igen, akkor úgy válaszolok, igen.